Minden évben odafigyel a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági osztálya, hogy a Velencei tó környékén üdülők, strandolók a legjobb minőségű ételeket fogyasszák, vásárolják. Ellenőrzéseket folytatnak már július eleje óta, az esti mérlegben ezzel fogunk foglalkozni, maradjanak velünk! A Velencei tó környéki büféket, éttermeket, áruházakat ellenőrzi a nyári szezonban a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és földhivatali osztálya. A szakemberek figyelik a higiéniát, a hűtést, a környezet tisztaságát, és azt is, hogy az élelmiszereket honnan szerezték be a vállalkozások és milyen hűtési megoldásokkal szállították el. A nyári ellenőrzések a hónap elején kezdődtek. Az idei nyári kiemelt ellenőrzés sorozatunk július 1-ével indult meg, és egészen augusztus 20-áig fog tartani, tehát már néhány hete járják szakembereink a tópartot is természetesen. Ilyenkor mindig a NÉBIH, illetve főosztályunk szakmai irányítása mellett a járások élelmiszerlánc biztonság és állategészségügyi osztályainak szakembereivel közösen végezzük az ellenőrzéseket olyan területeken, amelyek szezonálisan kimondottan ebben a nyári időszakban vannak nyitva, tehát a strandok éttermeit, illetve büféit, a nyári táborokat, ahol élelmiszer előállítás folyik, illetve természetesen azokat a nagy tömegeket megmozgató rendezvényeket, amelyekből Fejér megyében is több szokott lenni. Hogyan történnek ilyenkor az ellenőrzések, hogy mondják, rajtaütésszerűen, vagy pedig előre bejelentkeznek? Természetesen, mivel egy rendezvény az előre tudja, hogy mikor lesz, és mivel mi ezeken a rendezvényeken mindig megjelenünk, ezért a rendezvény szervezője is tud róla, hogy menni fogunk, illetve az ott elárusítást végzők is tudják, hogy mi menni fogunk. De természetesen nem csak előre bejelentett, vagy előre várható ellenőrzések vannak, hanem úgynevezett kockázatbecslés alapján is járunk, ami azt jelenti, hogy valamilyen bonyolult egyenlet alapján mindig kiszámolódik, hogy mi az a terület, amelyet ellenőriznünk kell. Így teszünk ebben az évben is, és természetesen leellenőrizzük azokat a bejelentéseket is, amelyeket panaszos ügyfelek tesznek felénk. Ilyenkor egy nyár alatt az összes egységet át tudják nézni, ami működik a Velencei tó környékén, vagy százalékban kifejezve mondjuk, hogy mondhatnánk mennyit? Természetesen minden egyes egységet nem lehet leellenőrizni, de talán nem is ez az elvárás, hanem azokra a területekre kell összpontosítani, ahol a legtöbb fogyasztó jelenik meg, illetve ahol mondjuk az elmúlt években probléma jelentkezett. Természetesen egy rendezvény ellenőrzése során az akkor üzemelő egységek nagy többségét leellenőrizzük, így volt ez az EFOT-on is, amikor az egységek majdnem 90%-át sikerült leellenőriznünk. Mi az, amit ilyenkor megvizsgálnak, figyelnek, szereznek, gondolom, mintákat? Természetesen. A nyár mindig ugye a hűtésről szól, ez egy neuralgikus pont, a hűtési lánc betartása, ezért nagyon odafigyelünk arra, hogy a hűtőberendezések megfelelően működnek-e, mert nem biztos, hogy 40 fokban ugyanazt a hűtő ellátást tudja biztosítani akár egy hűtő, régi hűtőgép, mint mondjuk 10-15 fokban. Ezért ellenőrizzük a hűtőhőmérsékleteket, de ellenőrizzük a benne tárolt termékeknek a maghőmérsékletét is, tehát hogy teljesen jól át tudja-e hűteni az a hűtő. Illetve ellenőrizzük az alapanyagoknak a nyomon követhetőségét, hogy honnan is származnak azok az alapanyagok, de természetesen magát az ételkészítést is leellenőrizzük, de emellett megnézzük a higiéniai felkészültségét az eladóknak is. Milyennek kell lenni a higiéniai felkészültségnek, hogyha az eladókat nézzük? Hát mindenképpen rendelkezniük kell egy úgynevezett higiéniai kiskönyvvel, egy egészségügyi kiskönyvvel, amellyel bizonyítják azt, hogy bizonyos vizsgálatoknak alávetették magukat, illetve ők aláírnak egy olyan nyilatkozatot, hogy amennyiben nekik vagy a családjukban bárkinek hányásos hasmenéses megbetegedése volt, akkor ők szinte önmaguktól felmentik magukat a munkából, ugyanis ez egy nagyon veszélyes pont, mert a vírusok, baktériumok,
programokat ezzel nagyon könnyen tovább lehet terjeszteni. Tehát van egy ilyen egészségügyi felkészültsége is a dolgozóknak, és természetesen kell lenni egy alap élelmiszerbiztonsági tudásuknak is, hogy milyen hőközlést kell adni annak az ételnek, hogy biztonságos legyen, illetve hány fokon lehet tárolni a különböző élelmiszer alapanyagokat, de azt is tudniuk kell, hogy milyen gyakorisággal kell kezet mosniuk, vagy milyen szerekkel kell elmosogatniuk, ha nem egyszer használatos edényekben szolgálnak ki. Most már ugye több mint 20 nap eltelt július 1-e óta, mik az eredmények, mennyi egységet tudtak megvizsgálni, és mire jutottak? Hát ahogy mondtam, folyamatosan végezzük az ellenőrzéseket. Két nagy rendezvény ment le eddig Fejér megyében, az EFOT, illetve a Rockmaraton. A Rockmaratonról teljesen pozitív a kép, mert ott élelmiszerbiztonsági kifogást nem találtunk, ott egy több hatóság által végzett közös ellenőrzés folyt. Az EFOT-on is alapvetően jók a tapasztalatok, ahogy mondtam, az egységek majd 90%-át sikerült leellenőriznünk, de találtunk három olyan egységet, ahol nem megfelelőség miatt különböző szankciókat kellett alkalmaznunk. Az alapszankció az mindig az, hogyha a kiszolgálás nem, megfelelősége nem biztosított, akkor felfüggesztjük a kiszolgálást arra az időszakra, amíg meg nem oldja az egység a problémát. Így tettünk ezt ezeknél az egységeknél is. Az egyik egységnél takarítatlanság volt, itt természetesen elrendeltük az egység kitakarítását, fertőtlenítését, addig nem szolgálhatott ki, és figyelmeztetésben részesítettük, illetve két esetben bírságot is kellett kiróni. Az egyik esetben azért, mert nem megfelelő alapanyagokat használt fel, az engedélyben nem engedélyezett alapanyagokat használt fel az az egység, a másik esetben pedig nem működött sem a hűtő, sem a kézmosó, ami mind-mind nagy élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. A két nagy fesztiválon kívül, ami most volt ugye Velencei tó környékén, a többi büfével, vendéglátó egységgel kapcsolatban mire jutottak? Azt kell, hogy mondjam, hogy a kép az javuló tendenciát mutat. Ez főleg azokról az egységekről mondható kell, amelyek már több éve üzemelnek így szezonálisan a strandon, mert megszokták, tudják már a vállalkozók, hogy mik azok az alapvető követelmények, amelyeket be kell tartaniuk. Sajnos azért még mindig találkozunk nem megfelelő takarítottsággal, mint ahogy az előbb is elhangzott, illetve a hűtési lánc nem megfelelő betartás, mert ugye arról gondoskodnia kell a kiszolgáló egységnek, hogy hozzá is megfelelően hűtött élelmiszer jusson el. Tehát neki azt bizonyítania kell tudnia, hogyha egy nagy kereskedelmi egységben az alapanyagot megvásárolja, akkor hogy szállítja ki azt az ő egységébe. Ha ez nem megfelelő, akkor ott biztosan valamilyen szankciót kell alkalmaznunk. Volt sajnos egy olyan eset a Velencei tó környékén egy élelmiszerboltban, ahol lejárt minőségmegőrzésű termékeket forgalmaztak. Természetesen ebben az egységben gondoskodtunk arról, hogy ezek a termékek a továbbiakban ne legyenek forgalmazhatóak, illetve köteleztük az élelmiszervállalkozót ezen termékek megsemmisítéséről, és ilyen esetben a jogszabály kötelezően bírságolást rendel el, és így a bírság kiszabása folyamatban van. Mekkora bírságra kell gondolnunk, mennyire magasak általában a bírságok? Hát a bírságok egy szigorúan szabályozott rend szerint kerülnek kiszámolásra. Itt mindig a termék értéke, a tétel nagysága és a fogyasztói kör nagysága alapján egy szorzat alapján kerül meghatározásra, amely néhány ezer, 15 ezer forinttól akár több milliós bírságig is terjedhet. Ez természetesen függ, ahogy mondtam, elég sok tényezőtől. Idén akkor még ilyen nagyon magas díjkiszabásra nem került sor? Egyelőre nem, és ilyen tudomásom szerint folyamatban sincs a járások munkájában. Az ellenőrzésekre augusztus 20-áig számíthatnak a Velencei tó környéki vállalkozások. Az esti mérleget látták, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!